Köszöntöm a nézőket! A Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóságának illetékességi területe megközelíti a 1,5 millió hektárt. 90 ezer hektár a védett terület, amelyből 50 ezer hektár a legmagasabb védettségi kategóriát jelentő nemzeti park. Mi az igazgatóság feladata, milyen hatósági tevékenységet végez, mekkora szerep jut a természeti értékek megismertetésének a fiatalok oktatásának? Többek között ezekről a kérdésekről beszélgetünk az elkövetkezendő fél órában. Emellett szótejtünk arról is, milyen károkat okoz az ember véletlenül vagy szándékosan az állat- és növényvilágban, és hogy mit lehet tenni ez ellen. De arról is faggatom majd vendégeinket, hogy miként dolgozik a természetvédelmi őrszolgálat. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Závodszky Szabolcs urat, a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóságának igazgatóhelyettesét, illetve Varga Zsoltot, a természetvédelmi őrszolgálat vezetőjét. Uraim, köszönöm szépen, hogy elfáradtak hozzánk. Kezdjük talán egy átfogóbb kérdéssel. Mutassák be magát az igazgatóságot, mi a feladata és ezt milyen szervezeti formában végzi. Ez az igazgatóság, ahogy már korábban elhangzott, gyakorlatilag három megye illetékességi területére terjed ki, ez Somogy-Tolna, illetve Baranya megye, tehát majdnem a teljes dél-dunántúli régiót felöleli. Alapvetően a tevékenységeink közé tartozik a hatósági tevékenység, ami a természetvédelmi törvény, illetve az ahhoz kapcsolódó jogszabályoknak a segítségével történik, illetve végzünk természetvédelmi kezelési feladatokat is, ahol a természeti értékek védelmét közvetlenül elősegítő tevékenységek azok, amelyek a mi feladatkörünkbe tartoznak. Mit kell értenünk a hatósági tevékenység alatt? Gyakorlatilag a természetvédelmi törvényből adódóan ma már Magyarországon azt tudom mondani, hogy minden jelentősebb beruházáshoz, pontszerű létesítmény elhelyezéséhez, útépítéshez, gondoljunk mondjuk az autópályák kialakítására, vagy akár tájvédelmi jellegű feladatokhoz is a természetvédelmi igazgatóságnak a hozzájárulása, engedélye szükséges. A hatósági feladatok egy jelentős része gyakorlatilag ezekben a tevékenységekben merül ki. Tehát amikor egy beruházó a tervezett beruházásához például környezetvédelmi hatástanulmányt készít, akkor önöket nem tudja megkerülni. Nem tud megkerülni minket, hiszen ebben mi mint szakhatóságban vagyunk vonva. Elárulok egy kulisszatitkot a kedves nézőknek. Ugye a műsorra, amikor készültünk, akkor Oszprém Nándor szerkesztő kollégám mellett én az internetet is segítségül hívtam ebben a dologban, és ott a www.ddmp.hu című honlapon, az önök honlapján találtam ugye az önök szervezeti felépítését is, ami két alapegységből áll, a természetvédelmi igazgatóságból és a gazdasági igazgatóságból. Minket értelemszerűen az első érdekel jobban, például ugye élővilágvédelmi, erdészeti, illetve tájvédelmi és földtani osztályok működnek ezen belül. De azt talán kevésbé tudja az avatatlan néző, hogy milyen védett területek vannak általában, illetve hogy ezeken a területeken az igazgatóságnak mik a tennivalói. Tehát a mindennapi életben mik a feladataik. Értem. Magyarországon három nagy védelmi kategóriát lehet megkülönböztetni azoknál a területeknél, amelyek védettek. Így a legmagasabb védettségi kategória a Nemzeti Park. Ugye ez korábban elhangzott nálunk, mint egy 50 ezer hektárt jelent a Duna, illetve a Dráva mentén. Ennél egy alacsonyabb kategória a tájvédelmi körzet. Itt a Dél-Dunántúlon négy tájvédelmi körzet található. Itt hozzánk legközelebb a Mecseki tájvédelmi körzet, Kelet-Mecseki tájvédelmi körzet, a Boronka melléki tájvédelmi körzet Belső Somogy térségében, a Délmezőföldi tájvédelmi körzet Tolna megye térségében, illetve a negyediket elfelejtettem most, a Zselici tájvédelmi körzet, elnézést, illetve a Zselici tájvédelmi körzet található meg, és ezen felül még 20 kisebb kiterjedésű, de nem kevésbé jelentős természetvédelmi terület található. Csak néhányat említenék, ilyen például az Abaligeti barlang és környéke, vagy a Szársomjó természetvédelmi terület is. Most éppen a Dráva mentéről látunk nagyon szép felvételeket. Ugye az önök által felügyelt területeket tájegységekre is le lehet bontani. Így van. Ezek közül három a Drávához kapcsolódik, a Középső, a Nyugati, illetve a Kereti Dráva, de van a Gemenci, illetve a Béda Karapancsa is. Utóbbi a Dunához köthető inkább. Tehát maga a Nemzeti Park az két nagy egységből épül fel, a Dunamenti területekből. Ennek két egysége a Gemenc, illetve a délebbre található Béda és Karapancsa térsége a Duna mindkét oldalán. Ezek zömében ártéri, hullámtéri erdőterületeket foglalnak magukban. Európában az egyik legnagyobb kiterjedésű ártéri erdőterület az pont ebben a térségben található. Egy kicsit más jellegű a Dráva, ez egy nagyon hosszan elnyúló nemzeti parki terület, Őrtilostól egészen Matty térségéig, és ennek a három egysége tulajdonképpen a Nyugat-Dráva, Közép-Dráva és a Kelet-Dráva tájegység. Ez zömében a
keskeny-drávai hullámtéri sávot, illetve hát az ahhoz kapcsolódó belső somogyi homokterületeket, például a Barcsi borókást jelenti. És ezeket a képeket nézve, ami ugye a Dráva mentéről készült, elmondható, hogy a Dráva az érintetlenebb azért a Dunához képest? Bizonyos szempontból igen, hiszen a Drávának a használata, azt mondjam, sokkal kevésbé jellemző, mint például a Dunáé, viszonylag szabályozatlanabb a folyó, főleg a Barcs feletti szakaszán, olyan jellegzetességeket mutat, amelyenek valaha lehettek a folyók a nagy folyamszabályozások előtt. A Dunai egy kicsi jelentősebben használt terület, bár itt egy nagyon széles hullámtéri, ártéri terület található, de hát ott erdőgazdálkodással, hajózással, vízügyi tevékenységgel jelentősebb beavatkozásuk érték ezt a térséget. Igazgató helyettes úr említette a természetvédelmi fokozatokat, ugye ami a legszigorúbb vagy a legmagasabb szintű, ugye a nemzeti park. Honnan tudhatom én, hogyha akár családommal, akár baráti társaságommal egy természeti környezetben közlekedem, hogy most milyen védettségi fokozatú területen járok? A Nemzeti Park Igazgatóságnak feladata, hogy ezeket a területeket megfelelő szinten kitáblázza. Tehát ma a nemzeti parki határokat a jelentősebb pontoknál mindenütt táblák jelzik, és azon belül pedig megkülönböztetünk úgynevezett fokozottan védett területeket, amelyeknek a látogatásához az igazgatóság engedélye szükséges. Ma még ugyan nem teljes ez a kitáblázottság, ennek elsősorban anyagi okai vannak, de igyekszünk azért a forgalmasabb helyeken mindenhol ezeket a táblákat elhelyezni, pont a természetvédelmi őrszolgálat segítségével. Ilyen táblákat azért Pécs környéken is találkozhat velük a túrázó. Itt a városhoz közel mely területek tartoznak az önök felhatósága alá, és a város közelsége jelente valami különös feladatot? Itt egyrészt a keretmecseki tájvédelmi körzet, egy kb. 10.000 hektáros kiterjedésű tájvédelmi körzet tartozik hozzánk, illetve a Melegmány természetvédelmi terület, a Jakab-hegy természetvédelmi terület, vagy az Abaligeti barlang és felszíne természetvédelmi terület. Érezzük a városnak a közelségét, a mecsek az turisztikailag kirándulók által meglehetősen terhelt terület, de úgy gondolom, hogy közösen itt a civil szervezetekkel, elsősorban a Természetjárók Szövetségével sikerült olyan rendet kialakítani, aminek a segítségével az itteni természeti értékek is hosszú távon megőrizhetőek. Természetesen a szemetelés, a vandalizmus az ezeken a területeken is jellemző. Mi igyekszünk ezeket a lehetőségeinkhez képest mindig óvni, védeni, és hát ha szükséges, akkor helyreállítani ezeket a károkat. És erre önöknek van egy sajátos szervezete is, természetesen nem csak erre, de például ez is feladatai közé tartozik a Természetvédelmi Őrszolgálatnak, amelynek a vezetőjét is itt köszönhetjük a stúdióban. Az őrök milyen jogokkal vannak felruházva, mit tehetnek, hogyha nyilvánvaló szándékos vagy szándéktalan, de súlyos beavatkozást látnak a természetrendjébe? Most már 1996 óta, amióta a természetvédelmi törvény hatályba lépett, a természetvédelmi őrök jogosítványai nagyon szélesek. Gyakorlatilag majdnem megegyeznek egy rendőr jogosítványaival. Ellenőrizhet, igazoltathat a természetvédelmi őr képjárművet, vizsgálhatát, csomagot vizsgálhatát. Az elkövetés tárgyát, eszközét, azt úgy mondjuk, hogy visszatarthatja, ezt talán köznyelvbe fordítva elkobozhatja a természetvédelmi őr. Előállíthat a rendőrségre a természetvédelmi őr, és ne adj Isten, hogyha esetleg szükség van rá, akár kényszerítő eszközt is alkalmazhat. Ennek köszönhetően talán úgy gondolom, hogy most már egy természetvédelmi őr komoly védelmet élvez, hiszen hatósági szeméről van szó, tehát akár bírósági úton is komolyabb védelmet élvez, mint egy nem hasonló jogosítványokkal rendelkező őr személy. De gondolom, hogy azért igazolnia kell magát valamilyen ruházatban. Maga az egyenruha, amit önön is látunk, az gondolom nem elég. Természetesen a természetvédelmi őr egyenruhában van ellátva, igazolvánnyal és jelvénnyel van ellátva. Szükség esetén, hogyha az igazoltatás alá van személy kéri, akkor természetesen köteles igazolni magát a természetvédelmi őr. Ezen kívül különböző kiegészítő eszközökkel van ellátva, dátumos fényképezőgéppel, távcsővel, úgynevezett kényszerítő eszközökkel, gáspré, bilincs, és hát szolgálati maroklőfegyverrel is, amit hozzátenném, hogy csak és kizárólag önvédelmi célból használhat. Mekkora ez a csapat? Hány őrt foglalkoztatnak? Jelenleg a teljes Dél-Dunántúl területén 32 fő teljesít szolgálatot. Ez az illetékességi területet ismerve nem túl nagy létszám, de
úgy gondolom, hogy az elég hatékonyan tudunk működni, hogy mivel az őrök jelentős része elsősorban a védett területek köré koncentrálódik. És gondolom, a mindennapi munkájuk úgy néz ki, hogy gyakorlatilag, mint egy rendőr az utcákon, önök járőröznek, tehát kint vannak a terepen. Ennél azért sok oldalúbb a természetvédelmi őr munkája, hiszen a már korábban említett hatósági, szakhatósági állásfoglalásokhoz előkészítő tevékenységet folytat, tehát gyakorlatilag ő megy ki a területre, amikor egy autópálya vagy egy pontszerű létesítményt akarnak létesíteni, megvalósítani, ő nézi meg, hogy ott valamilyen természeti érték van-e a területen, megvizsgálja és ez alapján adja a véleményét be a különböző osztályok felé, hogy azok állásfoglalhassanak a témában. Ezen kívül a hagyományos hatósági őrzési feladatokat látják el, ellenőrzéseket, például előfordul, hogy valaki természetvédelmi őrrel találkozik a vásárcsarnok területén nőnap idején, nőnapkor, amikor védett növények kerülhetnek elő, de teljesít szolgáltat a határ mentén, elég csak az udvari madárügyre gondolni 2001. novemberében, ami történt. Ezen kívül csoportokat kísér, idegenforgalmi tevékenységet folytat, szakvezetéseket csinál, kiadványokat ír, szerkeszt, tehát rendkívül sok oldali munkája van. Milyen vétségekkel találkoznak önök általában? Mik a leggyakoribbak? Hát a leggyakoribb a sajnos a rongálás, ami előfordul, nőnapkor, anyák napjakor, kiemeltebb ünnepekkor, a virágszer és virággyűjtés, a védett növények gyűjtése, orvhalászat és falopások a leggyakoribb események, amik előkerülhetnek. Amikor önök tetten érnek egy elkövetőt, akkor utána mi történik? Tehát ő említette, hogy milyen jogaik vannak, tehát visszatarthatják a bűntárgyat, illetve gyakorlatilag helyszínelhetnek is, hiszen dátumos fényképezőgépük van, de gondolom, hogy az ügy egy bizonyos pontján át adják a hatóságnak, a hatóságoknak. Ez az eseménytől függ, hogy milyen mértékű. Egy kisebb eseménynél, ami egy egyszerűbb akár szemetelést értünk alatta, ilyenkor helyszíni bírságot szabhat ki a természetvédelmi őr. Ez 1000 és 10.000 forint közötti összegre terjedhet ki. Hogyha szabásértési ügyről van szó, és ide tartozik akár a védett növények gyűjtése, mondjuk kisebb létszámban, vagy rongálás, vagy az orvhalászati tevékenység, akkor ilyenkor visszatartásra kerül az elkövetés eszköze, a személyi adatok felírása megtörténik, majd pedig a hatósági osztály folytatja le a szabásértési eljárást ebben az esetben. A szabásértési bírság az 100.000 forintig terjedhet a természetvédelmi szabásértések esetén. És ha igen kiemelkedő esetről van szó, ilyen például már talán mindenki által ismert udvari madárügy, ilyenkor már nyomozati szakaszba kerül, ami a rendőrfőkapitányságnak a dolga. Ilyenkor átadjuk az ügyet a rendőrfőkapitányságoknak. Ez bűncselekmény. Ez bűncselekmény, így van. BTK alá tartozik, és ilyenkor az őrszolgálat egyrészt szakértőként közreműködik a nyomozás során, másrészt pedig, amikor szükség van rá, akkor a korábbi felderítésekben vesz részt. A természetvédelmi bírság az pedig, hát a felső határa az nem lehet megszabni, a különböző szorzók vannak, akár több millió forint is lehet. 2010-ben is említette ezt a bizonyos udvari esetet, bizonyára nem véletlenül, és ez nyilván arra utal, hogy a madarak védelme központi feladatként szerepel az önök tevékenységében. Én nem emelném ki a madarakat, ez talán azért ilyen kiemelkedő dolog, hiszen egy óriási szállítmányról volt szó, és óriási összegről, ne felejtsük el, több mint 300 millió forintot ért ez az összeg, a természetvédelmi értéke ennek a szállítmánynak, de én úgy gondolom, hogy a természetvédelemnek mindenre oda kell figyelni. Akár ásványról, akár növényről, akár védett állatról van szó, bármelyik fajról, bármelyik osztályba tartozó állatról nem kell különbséget tenni. A törvény egységesen vonatkozik minden állatra és növényre. És így van, és növényekre is, hiszen ezekről is érdemes szólni, néhány különleges virággal is büszkélkedhet ez a tájegység, ahol mi élünk. Ezeknek a védettsége mit jelent? Hát itt elsősorban az élőhelynek a védelme a legfontosabb. Ugye előfordulhatnak olyan esetek, hogy leszedik a védett növényeket, de igazán nem ezek a nagyon drasztikus esetek, hanem a tájegység, illetve a területeknek a védelme az, ami nagyon fontos. Mint ahogy most a nézők is láthatják, néhány kiemelt fontos erre a területre, Baranyára, a mecsekre, illetve a szársamjóra jellemző növényeket láthatnak. Ezeknek a növények egy része csak itt található meg, például bánáti bazsarózsa sehol máshol nem található meg, vagy a szársamjón előforduló magyar kikerics sehol máshol nem található meg, Magyarországon csak itt.
Ez azt jelenti, hogy külön kiemelten figyelnünk kell ezekre a növényekre, oda kell figyelnünk arra, hogy ezek a növények milyen élőhelyet kívánnak, hogyha olyan típusú beavatkozás szükséges, ami embertől esetleg valamilyen módon független, tehát nem károsításról van szó, hanem mondjuk felhagynak egy mezőgazdasági műveléssel, és becserésedik a terület, akkor be kell avatkozni, hogy ez megszűnjön. Tehát gyakorlatilag nagyon sok oldalú feladatot rónak ránk a növényeknek a védelme is. Az igazgatóság nagy hangsúlyt fektet arra, hogy szervezett módon minden érdeklődő megismerhesse a természet, a térség természeti értékeit. Nyilván azzal a célzattal, hogy amit ismerünk, ami közel kerül hozzánk, amit nagy Isten meg is szeretünk, azt kevésbé fogjuk bántani utána. De mégis hogyan, milyen formában történik mindez? Hát egyrészt itt a kollégám már korábban mondta a kiadványokat. Igyekszünk minél szélesebb körben, minél közérthetőbb módon olyan kiadványokat elkészíteni, amelyek gyakorlatilag mindenkihez eljuthattak. Ezek egy jelentős része az ingyenes jellegű kiadvány. Másrészt maga az igazgatóság természetvédelmi oktatást szervez, illetve végez is. Itt Pécsen a Tettyén működik egy oktatási központunk, ami most már több mint 30 ezer gyerek látogatott meg az elmúlt néhány évben. Így gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy előre megszervezett előadás, illetve szakvezetés keretében bemutatjuk nekik egyrészt a mecsek élő világát, másrészt pedig a teljes nemzeti parkra jellemző természeti értékeket igény szerint természetesen. Ezen felül pedig, mivel az illetékességi területünk az a teljes Dél-Dunántúlra terjed ki, a területi egységeinknél is végzünk természetvédelmi oktatást. Így például Dráva Tamásiban, Barcs melletti térségben működik egy erdei iskolánk, vagy Baján folytatunk rendszeres oktatásokat, és hát a természetvédelmi őrök egyik feladataként, mint ahogy az már korábban elhangzott, rendszeresen járjuk az iskolákat is, óvodákat is, és itt is természetvédelmi oktatás keretében ismertetjük meg a gyerekekkel, egy nagyon fogékony korosztállyal ezeket az értékeket. A dolog jellegéből fakadóan nyilván nem úgy kereszt elképzelünk, hogy van, azt most kettő oktatótermük van önöknek, ha jól tudom, hogy csak itt folyik az oktatás, hiszen nyilván a gyerekeket ki kell vinni a természetbe, és ott is meg kell mutatni. Így van, ez az oktatás mindenütt folyik. A pedagógus kollégák egyrészt ebben az oktatási központban oktatnak, másrészt eljárnak ők saját maguk is iskolákban, de ugyanígy tovább képzéseket szervezünk a pedagógusok részére is természetvédelmi oktatásból, és hát a területi kollégáink pedig az adott tájegységnek az iskoláiban, illetve magában az adott tájegységben végeznek ilyen oktatást és szakvezetést is. Melyik korosztály célozták meg, az óvodás, kisiskolás, iskolás korúakat? Én azt gondolom, hogy a kisiskolás, illetve az óvodás az a korosztály, ahol a leghatékonyabban lehet ezeket az értékeket bemutatni, és ahol talán a legnagyobb hatást lehet elérni. És kik oktatnak a központban? Pedagógusok oktatnak a központban. Akiket önök képeznek ki, vagy készítenek? Így van, természetvédelem iránt elhivatott pedagógusok. Én azt is olvastam ezen a már apostrofált honlapon, hogy vállalják azt is, hogy tanulmányi versenyekre felkészítenek. Természetesen a különböző versenyekre vállaljuk a felkészítést. Magukra a túrákra, amelyek tehát nem feltétlenül, nem azokról a túrákról beszélek, amelyek szervesen kapcsolódnak ezekhez az oktató programokhoz, hanem túrázni úgy magában véve is jó. Ezekre hol, miként lehet jelentkezni? Gyakorlatilag az igazgatóságnak a központjánál lehet jelentkezni, és pontosan a természetvédelmi őr kollégáink azok, akik ezeket a területi túravezetéseket elvégzik. Nagyon népszerű például tavasszal a Szársomjón szervezendő kikerics túrák. Amikor azt nézik meg, vagy például a Barcsi Borókás, az egyik leglátogatottabb tájegységünk, ahol szintén a természetvédelmi őrök bevonásában állandó túravezetés van. Ennek nagyjából most kezdődik az igazi szezonja, gondolom, és az tarthat egész szeptember végéig, október közepén. Így van, ennek most kezdődik az igazi szezonja, olyan május-június körül szokott kicsúcsosodni, és akkor még ősszel a szeptember-októberi időszakban jellemző igazán. Mekkora az érdeklődés, illetve ebben az évben milyen programokat emelnek ki? Mindenképpen szeretném megemlíteni, hogy ebben az évben Babócsán a Nárcisz napok keretében egy országos rendezvény sorozat érkezik az igazgatóságunkra, úgynevezett ökoturisztikai napok, így gyakorlatilag 4 nap keretében egy komplex ökoturisztikai természetvédelmi fesztivál, nevezhetjük nyugodtan fesztivál lesz megrendezve, ahol tanösvényt nyitunk meg, hajózni lehet a Dráván, megtekinthető a babócsai vasakert, és hát ehhez kapcsolódó kulturális néprajzi jellegű rendezvények is lesznek. És hát ugye vannak a jeles napok, hiszen most már annyi mindennek van napja, van a fáknak napja, a virágoknak, a madaraknak napja, ezeket is meg szokták önök hűlni. Így van, a Föld napján szoktunk nyilvános túrákat vezetni, van a Nemzeti Parkok napja májusban, környezetvédelmi világnapon, gyakorlatilag igyekszünk minden olyan eseményt megragadni, amiben fel lehet hívni a figyelmet a természetnek a jelenlegi állapotába, illetve hát arra, hogy
próbáljuk meg ezeket az érdekeket hosszú távon megőrizni. Uraim, én köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, és válaszoltak ezekre a kérdésekre. Azt hiszem, a nézőkkel teljes egyetértésben mondhatom, hogy ha önök a természeti értékeket védik, akkor mindannyiunk közös jövője felett is őrködnek. Még egyszer köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. Köszönöm. Kedves nézőink, önöknek pedig köszönöm a figyelmet, a Pécs TV további műsoraihoz kellemes időtöltést kívánok. Viszontlátásra!